Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egész sokan lettünk, így ezen a kis és szomorkás tavaszi délutánon. Foré Paványával kezdtük a mai műsort, és akik voltak legutóbb, ugye talán emlékeznek rá, hogy Foréról már volt szó a legutóbbi koncerten, és játszottunk tőle műveket, mert ahogy hallhattuk, itt most már valami új kezdődik, annak ellenére, hogy Foré még egyáltalán nem tekinti saját magát impresszionistának. De ki is az az impresszionista? Ugye azért ezt jó lenne előre is tisztáznunk, hiszen ma az impresszionisták korszak alkotóiról szeretnénk egy valami kis fogalmat szerezni. Azt tudni kell, itt majd a képek között egyszer csak lesz egy ilyen kikötői kép, egy darab csónak, meg valami foltok, meg mindenféle színek. Azt a képet Monet festette. A kép címe egy Le Havre-i kikötő. Erről a kép, ez az, ez pontosan őróla beszélek. Ugye ez a kép az 1870-es években keletkezett, és a kor kritikusa, az egyik kritikusa, amolyan lekicsinlően azt mondta, ez az impressionista. Mert hát ugye valami teljesen más látszik a képen, mint addig megszokott volt, illetve egész pontosan egy csomó minden nem látszik a képen, mert eltűntek a kontrasztok, a nagyon éles, jól elhatárolható körvonalak, helyette amolyan foltok láthatók csak a képen. És mégis egy bizonyos távolságból az ember szeme jól ki tudja venni a fákat a háttérben, a Le Havre kikötőnek a daruit esetleg, ugye a csónakot az előtérben. Tehát a fejünk, ugye az agyunk képes újraalkotni ezeket a képeket, és látni azokat, ami talán ott sincs. Ez lesz valahol az impresszionizmusnak az alapja az 1800-as évek végén, amikor a festészet egy kicsit úgy tűnik, mintha megelőzné a zeneművészetet, már ez mindig egy kérdés, ugye, hogy ki hozza előbb be az új stílust, de jobbára inkább is együttműködik a kettő. És főleg Franciaországban, érdekes módon, ennek ott lesz nagyon nagy kultúrája, és például Forénak az egyik tanítványa, nevezve Debussy lesz ennek az egyik legnagyobb képviselője. Az a Debussy, aki hát olyanokkal, hogy úgy mondjam, idegesítette Forét, az ő mesterét, hogy leült a zongorához egy-egy alkalommal, és akkor leütött egy akkordot, és azt mondta, hogy ez úgy olyan szép. És jött Foré, és azt mondja, jó, de mi lesz az oldással? Hát az nincs. Tehát ebből bármi lehet. Akár erre is mehetek. Én most teljesen csak így a hasamra ütöttem, és leütöttem két akkordot, tehát nem idéztem Debussy-től egyik darabjából sem, inkább csak azt, hogy ebből amolyan sportot űzött. Ez Forét, aki ugye az előző műnek a szerzője, hát meglehetősen idegesítette, hogy hát ez valami új, ez hogy képzelik ezt a fiatalok, ugye, hogy már megint valami új világot próbálnak kitalálni, és miért kell elszakadni a régitől. Ennek ellenére mégis meghallgattuk ugye ezt a Paván című művet. Azért ebben is halljuk, hogy tulajdonképpen simán el tudjuk képzelni egy mai filmzene aláfestő zenéjeként is. Mert ez az impressionista kor, ez nagyon nagy nyomot hagy bennünk, és a mai napig ezzel egyébként nagyon sokat találkozunk, mert azt gondolom, hogy hát különösen a mai világban, amikor már számítógépekkel is produkálunk olyan effekteket, ugye, az effekteket is csak mi hívjuk modernül effekteknek, miért ne hívhatnánk azt impresszióknak, ugye, tehát hívhatnánk kicsit szebben is, ugye azok ugyanebből a világból merítenek, és a modern zene, az úgynevezett 20. századi modern zene is nagyon sok mindent ebből idéz. Hogy milyen új világot próbál teremteni Debussy, arra az egyik példa talán a következő arabeszk, amiben már inkább csak a harmóniák színe az érdekes, noha azért van benne persze melódia és követhető dallamvilág. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Azt hiszem, hogy ebből úgy nagyjából azért már le lehetett szűrni, hogy valóban egy új korszak kezdődött, elsősorban talán Debussynek köszönhetően, de természetesen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kortársakat sem, ahogy majd most a sorra kerülő darabokból kiderül, hogy Ravel, ugye a másik meghatározó szereplője ennek a korszaknak, akiről ugye tudjuk, hogy az édesanyja zongoristának szánta, azt remélte, hogy nagy zongoraművész lesz belőle, de sajnos az idő nem az édesanyját igazolta, szerencsére ellenben a Ravel azért megtalálta a maga útját, tekintettel arra, hogy Ravel rettenetesen lusta volt gyereknek, eszméletlenül nem szeretett gyakorolni, zongorát egyáltalán nem szeretett gyakorolni, nem is volt nagyon jó zongorista, sőt, mint állítólag kortársai megemlítették, még karmesternek is, hát csak olyan sokat rangúnak tartották, nem nagyon volt ügyes ilyen dolgokban, annál szebben írt zenét, annál jobban tudott zenét írni, sőt, kitűnően tudott hangszerelni, tehát nagyon-nagyon jól tudta kezelni a zenekart, mint hangszert, ha úgy tetszik, és nagyon-nagyon éles és kifinomult füle volt az egyes hangszereknek a színeire. Ugye ennek egyik nagyon ékes példája, ugye a Bolero című műve, ami egy táncritmus, egy ismétlődő táncritmus, ami fölött a téma mindig más hangszeren jelenik meg, és csodálatos példát mutatja annak, hogy amikor ugyanazt mondjuk el többször, de más-más hangszeren, az milyen nagyon-nagyon varázslatosan mást tud jelenteni egy idő után. Tehát Ravel, a másik zeneszerzőnk, aki az impressionizmus, hogy úgy mondjam, hat rá, és természetesen ő maga is hat az impressionizmusra a művei által, azt tudni kell róla, hogy félig meddig, ugye, hát mi úgy mondjuk, hogy spanyol származású, valójában baszk édesanyától származik, de már gyerekként elköltöztek Franciaországba, tehát igazából ő abszolút francia zeneszerzőként tartjuk számon, de nagyon fontosak a spanyol gyökerei, és nagyon vissza is vonzódik mindig Spanyolország felé. Ennek is lesz majd egy kicsi példa, ez is példázza majd a következő két mű. Az első, az egy Pavan, a második pedig a Sonatina című zongora darabjából lesz kettő tétel.
Ugye Ravelnek köszönhetően azt hiszem, nem is kérdés, hogy egy olyan új irányzat is bekerül a képbe, amit ma már, hát ma már majdnem úgy mondom, hogy csak úgy mellékesen hallgatnak nagyon sokan, noha elég komoly hatása volt, különösen a 19. század végére és a 20. század elejére. Ugye ezek az akkordokról csak annyit kell tudni, hogy talán a legegyszerűbben úgy fogalmaznám, hogy míg valaha a klasszikus, vagy nem, menjünk még messzebb egy kicsit, hogy még messzebb menjünk, a gregorián zene, amíg egy szólam volt az érdekes, aztán lett két szólam az érdekes, aztán a klasszikus zenében már a három szólam, vagy a barokkban a három szólam lett az érdekes, sőt lett négy meg öt, különböző szólam, addig a klasszikus zenében, és most értem az alatt a mozarti klasszikát, tehát azt a korszakot, ugye a hármas hangzat, és annak a, hogy úgy mondjam, tisztelete és szeretete, ami nagyban meghatározza a zenét, és mire ideérünk, addigra már nem hármas, hanem ötös meg hatos hangzatok vannak, ilyen hangfüzérek vannak, és egyre érdekesebbek ezek a hangfüzérek, ennek okán talán. Így aztán a jazz hatása ugye hallható ezen a zenén, illetve ez a zene nagyon komolyan hat a jazzre nyilvánvalóan, hiszen ezek a harmóniák, ezek a hangulatok, ezek valahol ott találkoznak egymással. Miért is találkoznak? Azért találkoznak, mert a világ is nagyon sokat változik ekkoriban. Ugye nagyon fontos megemlíteni az 1800-as évek végén a világkiállítást, ugye aminek köszönhetjük például az a párizsi Eiffel-tornyot többek között, ugye az arra készült el, és akkor például olyan hatások kerültek testközelbe, például mint a távol-keleti zenék, a távol-keleti festészet, ez mind hat erre a festészetre, és azok a zenék mind hatnak a zenére. Ezért ez a fajta népi irányzatok, illetve a népzene is egy új hatásként jelenik meg. A mai műsor mondjuk záró részeként az utolsó blokkban olyan táncokat választottunk. Két oknál fogva, az egyik az azért, mert ezt a népi zene és a népzenének a előkerülése, ez a 19. század végén ugye annyira fontos, hogy ugye tudjuk, hogy Bartók műveit is tulajdonképpen ennek köszönhetjük. Bartók érdeklődése az köztudott a népzene irányába, hiszen ő maga rengeteg népdal gyűjtött, és az ugye a zenébe mind beépült, és az ugyanúgy érvényes volt más országokban is. A népzenét egyre inkább kezdik fölkarolni, úgymond, és ha nagyon csúnyán akarnék fogalmazni, manapság azt mondják, hogy ez a crossover című mondatot szeretik az emberek elsütni, hogy ugye a népzenét átteszik ebbe a könnyű zenébe, és akkor ez a crossover. Hát szerintem az első crossover az például Debussy volt, meg mondjuk Bartók a magyar népdalok átemelésével, ahol egy új harmónia világba bekerülnek ezek a népzenék. Tehát tulajdonképpen a crossover, mint műfaj, egy nagyjából 100 évvel jár azelőtt, amit ma annak hívunk. Gyakorlatilag csak folytatjuk azt a hagyományt, amit már annak idején elkezdtek, hogy a mindennapi zenénket, a napi népzenénket valahogy beépítjük ezekbe a klasszikus művekbe. Tehát az utolsó pár mű az elsősorban táncokra épül, ami még érdekes, ugye van benne ez a Granados és a Defaya nevezett zeneszerzők, akik kortársai az impressionista szerzőknek. Ők maguk nem, hát a Defayát mondjuk tartják impressionistának, de nem ők a meghatározó egyéniségei ennek a kornak, viszont nagyon jól hallható az ő zenéjükén is, mind a népzene hatása, mind pedig a kor hát stílus jegyei, hogy úgy mondjam, amit Debussynek és Ravelnek köszönhetünk. Egyúttal amolyan elköszönésképpen is szeretném mondani, ugye most véget ér a sorozat idénre, mert ez az utolsó alkalom. Reményeink szerint ősszel folytatódik a sorozat. Most egy teljesen új irányt veszünk, ugye most már sokféle irányt kipróbáltunk az elmúlt években, de most egy új irányt veszünk, mégpedig az operák felé szeretnénk elkanyarodni, hogy egy kicsit az opera irodalom, illetve az operákban felelhető tengernyi ötlet és érdekesség is valahogy ide kerülhessen, úgyhogy reményeink szerint az ősszel már ennek jegyében fog indulni a következő sorozatunk. Úgyhogy mindenkinek kívánok nagyon kellemes nyarat, jó pihenést, ennél naposabb
és szebb időt, és remélve, hogy találkozunk ősszel is, akkor fogadják szeretettel az utolsó darabokat, amelyek táncok elsősorban.